első fellépünk amúgy az említett Covid járványnak gigantikus nyertese, mert félig arab, tehát amúgy magyar, de hogy úgy félig arab, és gyakorlatilag a Covid az elterelte a megelőző menekült válságról a figyelmet. Így nem kötözködik vele senki, hogy akkor ő most hogy kerül ide. A Sóder Klub színpadán fogadjátok hatalmas tapssal Szaír Dániel! Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, Szaír Dániel vagyok, félig arab. Ami nem olyan rossz dolog. Bizonyos helyzetekben félig külföldinek lenni egész jó. Például emberekkel ismerkedni tök jó, mert egyből érdeklődnek az emberek, egyből fölmegy az érdeklődés. És tök kedveseket kérdeznek az emberek. Olyanokat szoktak kérdezni, hogy jó, és tudsz arabul? És én olyanokat szoktam mondani, hogy nem. És akkor így egyből lemegy az érdeklődés. Nagyon gyorsan. De tök jó. Főleg akkor szeretem, amikor lányokkal ismerkedek. Tehát olyan hullámvasúton visszam őket végig 18 másodperc alatt, hogy másoknak 7 hónap randizás szokott lenni. Vagy egy csomó lány, aki csak azért érdeklődik irántam, mert szeretik a szőrös férfiakat, és aki ránéznek a dús szemöldökömre, meg a szőrös lábamra, és így alig várják, hogy ilyen gyapjúval legyenek bevonva. És olyankor nagyon izgalmas az első éjszaka együtt, mert látom rajtuk, hogy alig várják, hogy végre előjön az orangután, én meg egy ha-ha, delfin! Itt így nincs semmi, ez nem direkt van, ez csak... Tehát így ember, hal, emberszabású. Ez itt nagyon rossz. Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen göröngyös fal, amin mászott egy pók, amit eltaláltak egy ilyen tapadókorongos dárccal, mert csak a mellem körül van szőr, ami nem jó, azt senki nem akarja. Az se, aki szőrös férfit akar, annak nem jó az, hogy csak ott van. Tehát az csak az egyik, a másikat leborotválom, mert szeretek izgalmas lenni azért egy kicsit. Szóval így nagyon gyorsan tudok csalódást okozni. Ha csalódást kell okozni, abban sose okozok csalódást. Az meg... Nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy nincs már olyan meleg, vége a hőhullámnak, végre ősz van. Én nem tudtam jól elviselni a hőhullámot. Én úgy menekültem el tőle, hogy szerencsére egy hetet éjszakon töltöttem, elutaztam Finnországba, életemben először voltam, és mindig nagyon érdekelt a finn kultúra. Főleg azért, mert hogy ugye a magyar nyelv és a finn nyelv elvileg rokon nyelvek, de nem nagyon lehet hallani. És oda mentem, hogy na, hát ha meghallok valamit, és tényleg lehet hallani a hasonlóságot. Olyan szavakban, mint hogy ugyanúgy panaszkodnak, mint mi. Pontosan úgy panaszkodnak, mint mi. Mert ott is hőhullám volt, csak egészen más. Tehát itt az volt, hogy fölültem a repülőre 38 fokban, és megérkeztem egy ilyen kellemes 26 fokba, és ők meg de meleg van. Csak úgy panaszkodnak a hőségre, hogy közben egy 85 fokos szaunába másznak be, amit nem nagyon értek. És külföldi nyaralásomról arra érkeztem haza, hogy az első hír, ami fogadott itthon, az volt, hogy kirúgták a meteorológiai szolgálat vezetőit, mert nem úgy jött be az időjárás, ahogy mondták, és ismertek azt az érzést, amikor egy hírnek csak a címét látjátok, és úgy vagytok vele, hogy jó, hát ennél azért biztos árnyaltabb a sztori, és akkor rákattintasz, hogy ja nem, ez nem szenzáció, ha ez egy pontos cím volt, itt élünk, ez történt, az egy érdekes dolog. A leginkább az zavart ebbe a sztoriba, ebbe az OMS-es sztoriba, hogy az időjárás az egy ilyen politikai téma lett. Tehát most már az van, hogy így bemegyek a liftbe, hogy hú, szép időnk van, mocskos komcsi, hazaárul, lipsi! Ez nem jó. Én augusztus 20-án egy esküvőn voltam egész nap, és van, amikor nincs kedved elmenni egy esküvőre, de muszáj, mert te vagy a ceremóniamester. Jó, menjünk. Én voltam a ceremóniamester, nem nagyon értettem, hogy ki szervez augusztus 20-ára így esküvőt. Rájöttem amúgy, tehát az volt, hogy így nagyon sokat spóroltak a dekoráció, mert hogy lesz ingyen tűzijáték, és akkor úgy minden rendben van. A vőlegény olyan büszke volt, hogy Európa legdrágább esküvője lesz ez, és nem fizettünk bele semennyit. És tudjátok mi volt? Az volt a legfurcsább, hogy az augusztus 20-án volt, és közeledett a vihar, és nekem kellett eldönteni, hogy a szertartás bent vagy kint legyen. Ez komolyan így volt, és nem értettem, hogy miért nekem. Tehát így néztem a párral, mondom, döntsétek el, ti, ők néztek rám. Honnan tud? Néztem a DJ-re, mondom, neked annyi műszered van, te így. Mondd már meg, hogy semmi. Nézek a papra, mondom, összekötetésed van, haver, nem tudsz mondani valamit, kérdezz már meg.
Nem, semmi. Úgyhogy elmentem erre az esküvőre ceremóniamesterként, és egyből operatív törzs lettem, ami nagyon fura érzés. Így nem értek a pénzügyekhez, és minden haverom arra próbál meggyőzni, hogy hú, fektess be bitcoinba, fektess be kriptovalutákba, de én ezeket nem értem egyáltalán. De múltkor megpróbálta elmagyarázni egy haverom, hogy jó, na, szóval, tudod, hogy hogy van a hagyományos pénzrendszer? Már is elvesztettél fogalmam, nincs hajdalba. Ne szólalj meg többet, nem tudom. Tehát így ott vagyok leragadva, hogy adsz egy tehenet, adok zabot. Minden, ami ennél absztraktabb, az nekem rejtély. És olyan furcsa dolgok vannak pénzügyileg mostanában. Tehát a legfurcsább dolog mostanában, ami engem ér, az az, hogy elmegyek egy szórakozó helyre, és csak akkor adnak sört, hogyha megveszem a poharat. És már kezdtem hozzászokni, mert úgy volt, hogy veszel egy műanyag poharat tőlük, és akkor a végén visszaadják a pénzed, de most visszavittem a műanyag poharat, és a pultos csak adott egy ilyen műanyag zsetont. Mondom, ez mi? Ez egy bitcoin? Ez az? Ez az. Azt mondja, nem, ezért majd legközelebb adunk egy műanyag poharat. Jó, kösz. Tehát így a környezetvédelmi okokból lecserélték a műanyag poharakat műanyag poharakra, amit ha visszaviszel, akkor műanyag szemetet kapsz. De hogyha kérsz egy műanyag szívószálat, akkor kidobnak, hogy mikor a környezet szennyező, vagy azt nem lehet. Ja, úgyhogy nagyon félek attól, hogy ezt más iparágokban is megtudják. Tehát, hogyha a fapados repülőtársaságok rájönnek, hogy nem muszáj mindent odaadni, ami a szolgáltatás része, az nagyon rossz lesz. Ott lesztek a repülőn, ültök majd, már félúton lesztek, és bemondják, hogy hölgyeim és uraim, a biztonságos landolás nem volt benne az árban. Biztonságos landolás, csomagunkat a kollégáinktól megvehetik 3 darab chipszel együtt, 65 euróért. Ez nagyon aggasztó. Egy csomó fura pénzügyi dolog van, amit nem szeretek. Vannak kellemetlen helyzetek. Például én nem tudom, hogy hogyan kezeljem azt, amikor az utcán odajön valaki és pénzt kér tőlem. Néha adok, néha nem, de mindig kellemetlenül érzem magam. De múltkor nagyon megsajnáltam egy embert, odajött, tényleg semmilyen nem volt, csak egy ilyen átázott ócska, ilyen papír kávés pohárral kéregetett, és mondom, jól van, adok neked egy ilyen műanyag zsetont, mert az a upgrade-elted a poharadat. Nem akarok gyereket, és ezt így nehéz elmondani a barátnőmnek, de néha jön egy jó ürügy, például most már pár hete csak azt tudom mondani, hogy hát figyelj, nem lehet gyerekünk, mert kevert fajú lenne, és az nem oké, azt bejelentették, hogy az nem. Ez egy jó ürügy. Nagyon, nagyon fura dolgok vannak. Az egyik dolog, ami a hétköznapjaimban egy icipici furcsaság, de egyre zavaróbb, az az, hogy minden honlap, amire fölmegyek, az megkér arra, hogy bizonyíts be, hogy nem vagy robot. Nem tudom, hogy hogyan. Tehát így 3 óráig írok egy 2 soros e-mailt, azt szoktam. Az nagyon emberi, nem? Az hátra működik. És néha az van, hogy úgy kell bebizonyítod, hogy nem vagy robot, hogy ki kell választani egy motorkerékpárt egy ilyen mozaikból. És néha direkt rosszul választok, mert hogy így tévedni emberi dolog. Hát akkor beenged. És nem nagyon értettem, hogy miért ezzel kell bebizonyítani az emberségemet, hogy ilyen kis kirakóst kell játszani a géppel. Tehát az lesz legközelebb, hogy lemegyek az ATM-hez, és így azt mondja, hogy írja be a PIN-kódot, és írja be, hogy milyen érzés szeretni. Én nem tudom. Mondtam, hogy van barátnőm, de nem értek ezekhez a dolgokhoz. És félek attól, hogyha rosszul válaszolok, akkor csak egy ilyen műanyag zsetont kapok az ATM-től, az nagyon aggasztó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Szaid Dániel voltam. Köszönöm szépen.